Kegyelem néktek és békesség attól, aki volt, aki van és aki eljövendő, az örökkévaló Istentől, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltár első versét énekeljük, szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. 25. Zsoltárunk első versével kezdjük el Isten tiszteletünket. Helyet és Isten tiszteletünk folytatásaként a 266. dicséretnek az első három versét énekeljük. 266. énekünk első három versét, az első így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Az első három verset énekeljük. Thank you.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Urunk igéjét, amint megírva található Sámuel első könyvében, a második fejezetben a 12. verstől a 21. versig terjedő szakaszban. Sámuel első könyve második fejezetének 12-től a 21. verséig terjedő szakaszát fogom olvasni. Ez az ige szakasz ahhoz lesz segítség nekünk, hogy a majd másodjára felolvasott igéhez képest ez egy másik pontot jelöljön ki a számunkra. A második ige az evangélium lesz a világosság, ez az első, ez pedig az a háttér, amielőtt a világosság még szebben világíthat. Szóval most így figyeljünk Sámuel első könyve második részének 12. versétől a 21. verséig terjedő szakaszára. Éli főpap fiai elvetemült emberek voltak, nem törődtek az Úrral, sem azzal, hogy a papoknak a törvény szerint mi árt volna a néptől. Ha ugyanis valaki áldozatot mutatott be, oda ment a templom szolga, amikor a húst főzték, kezében egy háromágú villával, és beleszúrta az üstbe vagy fazékba, bográcsba vagy lábosba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész Izraellel, amikor oda jártak Sílóba. Sőt, mielőtt elfüstölögtették volna a kövérjét, oda ment a templom szolga, és ezt mondta az áldozó embernek. Adja papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, csak nyerset. És ha azt felelte neki az az ember, hogy előbb el kell füstölögtetni a kövérjét, és csak azután veheti el, amit megkíván, akkor ezt mondta neki. Most add ide, mert ha nem, erőszakkal is elveszem. Igen nagy volt tehát az ifjak vétke az Úr előtt, mert megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot. Sámuel pedig végezte szolgálatát az Úr előtt, és ifjú létére gyolcs éfódot viselt. Anyja egy kis ruhát szokott készíteni, és évről évre elvitte neki, amikor férjével együtt fölment az évenkénti áldozat bemutatására. Éli pedig megáldotta Elkánát feleségével együtt, és ezt mondta. Adjon neked az Úr utódot ettől az asszonytól a felajánlott helyett, akit felajánlott az Úrnak. Azután hazamentek. És az Úr rátekintett Annára, és az teherbe esett, és még három fiút és két lányt szült. A gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett. Urunk, segítsen lelkével, hogy megértsük ennek az igének az üzenetét, most pedig jöjjetek, imádkozzunk is ezért Karl Barth szavaival. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy együtt lehetünk ebben az órában, hogy hozzád könyörögjünk, hogy elődbe vigyük mindazt, ami bennünket foglalkoztat, hogy együtt hallgassuk a világ megváltásáról szóló örömüzenetet, és a te nevedet magasztaljuk. Jöjj közénk, és ébresz fel bennünket. Add nékünk a te világosságodat. Légy tanítónk és vigasztalunk. Szólíts meg bennünket egyenként, hogy mindenki személyesen hallhassa azt, amire neki van szüksége, ami éppen rajta segít. Légy kegyelmes azokhoz, akik ma reggel máshol, de szintén a te gyülekezetedként gyűltek egybe. Hadd tartsanak ki ők is, és mi is a te igéd mellett. Tarts távol őket is, és minket is a képmutatástól, a téveigéstől, az unatkozástól és a szórakozottságtól. Ajándékozz nekik is, és nekünk is igaz ismeretet és reménységet, tiszta bizonyságtételt és örvendező szívet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. Énekelt imádságunk a 25. Zsoltár második verse, Utaid Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. 25. Zsoltárunk második versét énekeljük, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mehetnek, feleségem várja már őket a parókia verandáján. Mi pedig a 25. Zsoltár második versével imádkozunk. Utaid Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Thank you.
Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, megírva található a holnapi napra ajánlott új szövetségi ige szakaszban, Máté evangéliuma 5. fejezetében, a 13. verstől a 16. versig terjedő szakaszban. Máté evangéliuma 5. részének 13. és következő verseit olvasom. Jézus mondja: ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne az ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házba. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, valóban nagyon megkapó látvány a templomunk kivilágítva, mikor az esti órákban, sötétségben valaki a 11-es úton megy, vagy akár itt a szigeten belül közlekedik, akkor már messziről láthatja ezt az építészetileg is nagyon szép épületet. Nyilván mi elfogultak is vagyunk, de objektíve is ki lehet jelenteni, hogy szép ez a templom, és nagyon szép a kivilágítás. Néhány évvel ezelőtt egy műszaki hiba lépett fel, és akkor egy hétig nagyjából nem tudtunk világítani. Képzeljétek el, hogy abban az időben idegen emberek is felhívtak a Tahi hegyoldalból, hogy ők bizony még adakozni is hajlandók, ha azért nem világítjuk ki a templomot, mert elfogyott a gyülekezetnek a pénze. Hát mondtam nekik, hogy nem erről van szó, hanem hát meg kell javítani, és aztán mikor elkészült ez a javítás, akkor onnantól fogva újra csodálatosan világosságba borult a templomunk este, és hát ennek, mondom újra, nem csak mi, akik ide járunk, örülünk, mert sok családnak az esti panorámájához hozzátartozik, és semmiképpen nem szeretnék nélkülözni ezt a látványt. Na hát egy lelkésznek a gondolatait ez nyilván azon nyomban beindítja, ez a gondolat, hogy a kivilágított templom képe az hány nappaliban vagy hány szobának az ablakában része a mindennapoknak, az estéknek. Elgondolkodtam rajta, milyen jó, hogy a templomunknak a látványa ennyire megragadó. Milyen jó, hogy voltak, akik annak idején utána jártak, elintézték, hogy legyen ez a kivilágítás. Meg hát az őseink is nagyon remek helyre építették ezt a templomot, mert hogy valóban akár merről jövünk vagy megyünk, mindig látható. Viszont egy másik dolog is az eszembe jutott, amiről a templomokat látva mindig el szoktam merengeni. Hogy vajon azoknak az embereknek, akiknek a templom látványa hozzátartozik az életükhöz, egyáltalán eszükbe jut-e, hogy ezeket a templomokat használjuk is valamire, hogy ezek nem csupán díszletként vannak itt a településen. Vagy mondjuk feltűnne a számukra az is, ha egyszer már nem lenne itt istentisztelet. Az épületek megmaradnak, amíg megmaradnak, de ha nincs bennük istentisztelet, vajon az feltűnne? Díszlet a kivilágított templom, vagy inkább üzenetet közvetít, ami hívja az embert, szinte kötelezi arra, hogy jöjjek el és nézzem meg közelről, hogy ki az az Isten, akinek nehéz körülmények ellenére az itt élő elődök ilyen gyönyörű és hatalmas templomot építettek. Építészeti remek az elődeink öröksége? Vagy pedig az Istennel való élő kapcsolatunknak az otthona ez az épület? Azért világítjuk ki, mert szeretnénk, ha mások is gyönyörködnének benne. Vagy azért is, hogy tudják, hogy hol van, hogy hová lehet jönni minden vasárnap 10 órakor istentiszteletre. Természetesen egyáltalán nem baj, ha gyönyörködnek benne. Természetes és jó is, hogy tetszik az embereknek. Csak éppen nekünk, mint Krisztus egyházának nem ennyi a küldetésünk, hogy gyönyörködtessük az embereket, hanem az, hogy minden lehetséges módon felhívjuk a körülöttünk élő emberek figyelmét arra, hogy ez az épület különleges események helyszíne. És hogy ezekre az eseményekre őket is várjuk. Nem titkoljuk el, hogy hol van templom,
hogy van templom, hogy ez egy református templom, mégpedig azért nem, mert hitünk szerint mindannyiuknak szükségük is van rá, hogy a Krisztus gyülekezetében az élő Isten dicsőítsék. Ilyetén bevezető után három rövid pontban figyelünk az igék üzenetére. Az elsőnek az a címe, hogy az igében Isten akar megszólítani, vedd is így. A másodiké, legyünk Urunk szófogadó gyermekei. És a harmadiké, só és világosság, Isten jelenlétének íze és színei. Az igében Isten akar megszólítani, vedd is így. Kedves testvérek, ígértem karácsonykor, hogy nem fogjuk azért egészen elfelejteni és abba hagyni az inkarnáció csodájával való foglalkozást, most is hadd induljak még innen. Itt van közöttünk ez a gyönyörű karácsonyfa, pompázik, hasonló a szerepe, mint a kivilágított templomnak. Felhívja a figyelmet valamire, és mellette egyébként gyönyörködtet is. Na de a jó kérdés, hogy van-e bennünk hálaadás Jézus Krisztus testet öltéséért? Vagy mondjuk ez a naptárnak az átfordításával már megszűnt? Isten fiának a testet öltése az olyan végtelenül hatalmas csoda, hogy ha rendesen belegondolsz, nem hogy egy héten belül, de egy egész élet alatt sem tudsz rendesen betöltekezni csak ennek az egy ünnepnek az üzenetével, minden vonatkozásával. Olyan világosságot jelent Jézus Krisztus testet öltése az emberiség számára, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Olyan világossá tette Isten a kijelentést közöttünk, hogy ennél világosabb már nem is lehet. Ezért tanított Krisztus arról, hogy akik az ő követői, azoknak ebben a világosságban kell a krisztusi úton haladni, ez lehetséges, ő ezt megvilágítja, bevilágítja, mégpedig azért, hogy ezen járjunk, és ne másikon. És bizony ennek nagyon nagy jelentősége van a környezetünkre nézve, meg hát a gyülekezet rendjére nézve és a saját életünkre nézve is. Sámuel első könyvéből egy ismertebb történet részlete hangzott fel. Annának és Elkánának nem született közös gyermekük. Anna ezzel a végtelen szomorúsággal az élő Istenhez fordult. Nem rendült meg benne a bizalma. Nem szabott határt az Isten irgalmának. Nem próbálta meg zsarolni az Urat, hogy ha nem adsz nekem gyermeket, akkor nem tudom, mit fogok csinálni. Tisztában volt vele, hogy az élet Isten ajándéka. Ha ő akarja, akkor adatik gyermeke, ha másként dönt, akkor pedig nem. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha valaki manapság annához hasonló helyzetbe kerül, akkor ne tegyen semmit. Hanem azt akarom mondani, hogy az imádságot, az Istennel való őszinte és folyamatos kapcsolatot, azt ne hagyja ki a dologból. Ne ítélje feleslegesnek. A gyermek fogantatás és az új élet nem biokémiai jellegű dolog. Anna elfogadta Isten döntését, de nem szűnt meg kérni Istent arra, hogy ha lehet, változtasson a gyermektelenségén. És íme az Isten ezt megtette. Annának ezek után természetes volt, hogy azt a gyermeket, akit ilyen csodálatosan kapott az Úrtól, neki ajánlja az ő szolgálatára. Pedig ez azt jelentette, hogy nagyon korán el kellett válniuk egymástól, és csak igen ritkán találkoztak. Mégis tudta Anna, hogy így lesz az Isten szándéka teljes ezzel a gyermekkel. És akkor lesz boldog ő maga is édesanyaként, és még a gyermeke is Isten szolgájaként, hogyha enged az Úr akaratának, hogyha nem ragaszkodik a gyermekéhez Istennel szemben is. Aztán Éli főpap fiainak a viselkedéséről is olvastam. Milyen érdekes, hogy Sámuel picike korától ott nevelkedett ezeknek a fiúknak a környezetében, és mégsem lett ugyanolyan. Egy-egy kézműves szakma vagy művészet gyakorlóiról általában meg lehet mondani, hogy melyik iskola növendékei voltak, hogy kitől tanulták meg a szakma fortéjait.
Sámuel esetében ez nem így történt. Ő valami egészen mást tanult meg ugyanott, mint Hofni és Fineás Éli két fia. Tudjátok, hogy mi lehetett a különbség? Hogy helyileg ugyanott tanultak, csak nem ugyanattól. Hofni és Fineás csupán az apjától tanult. Emberi dolgokat, amelyeket meg lehet változtatni. Legfeljebb apánknak kell majd valamiféle magyarázatot adnunk, de ezt majd megoldjuk valahogy. Sámuel azonban ugyanazokat a szavakat nem Élitől, hanem az Istentől vette. Ő Istentől tanult. Ebben volt a különbség. Sámuel nem Éli főpapot tartotta az ő mesterének, hanem Istent. Ő maga tanította az igéből, jól lehet Éli olvasta azt fel. Sámuel megtanulta, érezte és tudta, hogy ő Istennek szolgál, hogy őt Isten tanítja, és Istent kell követnie. Éli fiai ezt nem tanulták meg, nem érezték, és nem vették figyelembe. Ők az Isten hatalmasságáról és szeretetéről egyáltalán nem tudtak semmit, ők csak vízszintesen gondolkodtak, hogy a tegnapi igehirdetésre is visszautaljak. De egy más nézőponttal, ők nem a föléjük tornyosuló problémák miatt gondolkodtak vízszintesen, hanem azért, hogy jól elszórakozzák ezt az életet. A jó kérdés mindezek után, hogy vajon mi, hogyan tekintünk az igére. Tekints rá az új esztendőben is úgy, kedves testvérem, mint ami nem emberi tanítás. Az igehirdető csak a száját adja hozzá, ez az igazság. Az ige attól még Isten szava, és akkor fog az életedben, a szívedben munkálkodni, gyümölcsöket teremni, ha így tekintesz rá. Hofni és Fineás az apjuktól vették a tanítást, meg is szekték. Istenig nem jutottak el, hallani se akartak róla. Sámuel azonban Istentől fogadta a tanítást, és már kisgyermekként is igyekezett engedelmeskedni. Nyilván nem volt bűntelen, mert olyan ember nem létezik az egy Úr Jézuson kívül. Mégis végig kapcsolatban maradt Istennel és a bűneivel, felvette a harcot Sámuel. Második pont, legyünk Urunk szófogadó gyermekei. Mindannak, amit eddig elmondtam, van egy másik oldala is. Egészen biztos, hogy az igét Istentől kell fogadni, nem attól, aki mondja. De azért van jelentősége annak is, hogy ki mondja, hogy hogyan mondja. A templomba nem emberekért, hanem az igéért kell jönni, tartja a régi és igaz mondás. De azért azok számára, akik Istennel még nincsenek elég szoros kapcsolatban, vagy éppen semmilyen kapcsolatban nincsenek, egyáltalán nem mindegy, kitől és hogyan hallják az igét. Sámuelt Isten meg tudta őrizni egy ilyen képmutató bűnös környezetben is a saját gyermekének, szolgájának. De mennyire más lehetett volna minden, ha Sámuel hívők között élhetett volna? Ha olyanok lettek volna körülötte, mint az édesanyja, aki valóban hitben élte az életét? Hogyha olyanok vették volna körül ezt a Sámuel gyermekkorában, akik az életük példájával és Isten nagyságát hirdetik. Milyen más lett volna, ha nem csak ő, a legkisebb igyekszik egyedül az Úr által megvilágított igaz úton haladni, hanem a környezete is. Hagyjuk most figyelmen kívül, hogy ebben a történetben Sámuel első könyvéből papokról van szó. Krisztus egyházában ugyanis nincsen már papi rend, mert ő a mi egyetlen főpapunk, és az ő áldozata egyszer és mindenkorra érvényes. Így hát figyeljünk most magunkra, a saját életünkre. Mondhatnám itt a reformáció nagy tézisét, hogy egyetemes papságban élünk. Magunkra nézve keressük tehát az üzenetet. A Biblia szerint Éli fiainak bűne azért volt különösen súlyos, mert a viselkedésükkel utálatossá tették az Úrnak szóló áldozatot.
Az, hogy ők nem mentek az Úr útján, az a kisebbik rossz volt. A nagyobbik ennek következménye, hogy viselkedésükkel a többi ember számára is ellehetetlenítették az Isten útján való járást. Áldozatot az Ószövetség rendje szerint hálából, vagy pedig bűnbánattal vittek az emberek. És hogyha ezeket megutálja valaki, akkor annak tulajdonképpen az Istennel való kapcsolata kerül életveszélybe. Vagy a bűnbánat, vagy a hála, vagy mind a kettő el fog tűnni az életéből. Hiszen amikor eszébe jut, hogy ideje lenne megköszönnöm az Úrnak, hogy sok örömöt ajándékozott nekem, a következő gondolata már is az, hogy de hát ezzel a két bűnözővel kell találkozni, de hogy megyek én oda? Vagy amikor a bűnét bánja valaki? Minek menjek oda, mikor azok sokkal bűnösebbek nálam? Nem emberekért megyünk a templomba. De egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan viselkedek én magam, és hogy hogyan viselkedik az az ember, aki mellettem ül az Isten tiszteleten, vagy aki elmegy mellettem, vagy éppen aki orgonál, vagy éppen aki igét hirdet. Vagy a jóban tudjuk egymást erősíteni, vagy pedig a rosszban. Ez minden emberi közösség természetünkből fakadó rendje. Isten a gyülekezetet arra hozza létre, hogy tagjai egymást a jóban, az Istennek való szolgálatban, a vele való közösségben erősítsék. Aki tehát bármi másra használja, vagy másként él a gyülekezetben, az Isten akarata ellen vét. Hát voltak éppen minden bűn Isten akarata elleni lázadás, ez volt Éli fiainak is az igazi bűne. Aki az Úré, azt az Úr megtartja, erre Sámuel élete a példa. Ha valaki, hát ő aztán igazán elkallódhatott volna ilyen körülmények között, hát kvázi árva gyermekként bekerült egy ilyen maffia családba, bocsánat a szóért, az igéből ezt látjuk. Ő azonban túllátott az emberi dolgokon, már gyermekként is. Istenre figyelt, és Isten tartotta meg őt a helyes úton úgy is, hogy azon csak ő járt, egyedül, és mindenki más a környezetében másfelé csatangolt. De hát azért meglettek ennek a rossz következményei, nem Sámuel, de a nép életében. A filiszteusok rövidesen legyőzték Izraelt, és még a szövetség ládáját is elvitte tőlük a pogány ellenség. Aztán az csak Sámuel hozzáállásával, hitével sikerült végül megmenteni, úgy sikerült sok év alatt valamennyire rendbe tenni az országot. Ha Istenre figyelve éltek volna, az egész tragédia meg sem történik. De mivel megtörtént, az egyetlen, aki a megoldást elhozta, nem más volt, mint az a Sámuel, aki az Isten útját járta. Ez nem képes beszéd, nem fantázia, hanem ez volt az igazság. És higgyétek el, ez éppen ugyanígy történik ma is. Az istentelenségnek mindenki megkapja a jutalmát, már itt a földön és az örökké valóságban. De éppen ugyanígy a hitnek is van, hitnek is van jutalma. És azt is elvesszük már itt, és majd az örökké valóságban. Végül a harmadik pont, só és világosság, Isten jelenlétének íze és színei. Ahogyan annak idején Sámuel, az Úr Jézus sem rejtegette az igazságot. Tanítása elején elmondta már, hogy mire hívja az Úr az embert. Hogy mit jelent hitben járni? Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. A sónak az íze a lényeg, a világosságnak az, hogy fényt adjon a tisztánlátáshoz. És nyugodtan hozzuk még ide a színeket is, hiszen azok is a fényből származnak. Bármi más tudjon a só vagy a fény. Hogyha nem tud a só sós ízt nyújtani, a fény pedig világosságot, színeket adni,
akkor onnantól kezdve egyiknek sincsen semmi értelme többé. Világító só, sós ízű világosság, nem is tudjuk értelmezni. Hát íme, ennyire egyértelmű lehet, és ilyennek is kell lennie a hívő életünknek a körülöttünk élő emberek szemében. Mikor az Úr Jézus megszületett, sokak előtt azonnal kiderült, hogy ki ő. Szülei számára már korábban is adatott konkrét kijelentés róla, és nem lehetett elrejteni Jézus Krisztus valóságát. Hát éppen ugyan ilyen őszinte és világos követésre, ilyen hűségre hív bennünket is. Ezért van a gyülekezet, és ezért van az igei vezetés. Hogy derüljön ki, hogy kihez tartozunk, hogy kinek a tulajdonai vagyunk mi keresztjének. Ennek ki kell derülnie, a mi számunkra és a többi ember számára, ennek meg kell látszania. Íme Sámuel erről is kiderült, pedig még csak néhány éves kisfiú volt. Mégis lehetett róla tudni, világosan és őszintén, hogy nem úgy gondolkodik, mint azok, akik őt körülvették, akik az Istenről hallani se akartak. Sámuel számára Isten maga az igazság, maga a boldogság, maga az erő. Azon nyomban kiderül, hogy Sámuelnek van szerető mennyei atya, akihez ő ragaszkodik. Íme a sót, ha megvan az íze, felhasználják a céljának megfelelően. Pontosan így a lámpás sem a véka alá kerül, hanem világítanak vele. Ez az igazság a hívő ember életével kapcsolatban is. Ha az Úré vagy, és az életed az Úr nagyságát és szeretetét hirdeti, akkor betöltöd a feladatodat. Akkor az Úr rajtad keresztül is hívja az üdvösségre a többieket. De ha te ellenállsz az Úrnak, ha nem veszed őt komolyan, akkor nem leszel sem só, sem pedig világosság. Pedig hát az Úr Jézustól a következő felszólítást kapjuk. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Milyen fekete háttér ehhez a gyönyörű kéréshez képest Éli fiainak az élete. Hiszen amikor Éli fiait látták Izrael tagjai, gyermekei, akkor ezek az emberek magára, az Istenre haragudtak meg, mert olyan fekete volt ezeknek az élete, hogy még az Istent is eltakarta a többiek elől. Az Úr Jézus pedig arra szólít fel minket, hogy ha mi az övéi vagyunk, akkor éljünk is úgy, akkor ragyogjon a világosságunk. Mutatkozzon csak meg minden szavunkban, minden tettünkben, minden mozdulatunkban, hogy mi Jézus Krisztus gyermekei vagyunk, hogy hozzá tartozunk, hogy Krisztusra nézve hozzuk meg a döntéseinket, hogy tőle fogadjuk el a jót, hogy tőle kérünk erőt a próbák hordozásához, hogy ő valóság a mi életünkben. Hogy nem csak eljátsszuk, hogy igen, mi hívő emberek vagyunk, de hát Isten úgy sincs meg, ha lenne is, azt se tudja, mit csinálunk. Nem, az Isten valóság. És aki így él, az ezzel a viselkedéssel magára az Istenre mutat. Hiszen az egész dolognak ez a lényege, hogy dicsőítsék titeket látva a ti mennyei atyátokat. Hogy ne szidják miattunk a Krisztust, hanem dicsérjék. Ha ez így van, hogy dicséretre méltóvá válik a kezeink között az Isten jósága, na akkor azon elgondolkodnak az emberek, akik még nem ismerik Istent, vagy alig ismerik, akkor talán inkább vágyakozni fognak utána. Kedves testvérek, Jézus Krisztus nem úgy született meg ebbe a világba, mint egy titkos ügynök, elrejtőzködve, eltitkolva a személyiségét. Olyannyira nem rejtette el Isten fiúságát, hogy már születésekor is ezért lettek néhányan az ő halálos ellenségei. Azért keresték, hogy elpusztítsák. Még meg sem szólalt, de már tudták róla, hogy ki ő. Hát még azután, amikor elkezdett ragyogni a világossága, mikor kisgyermekből felnőtt emberré, a
az ige tanítójává, rabbivá lett. Nád bennünket is ilyen őszinte életre hív, amelyik nem rejtegeti a hitét, a reménységét, de nem is tudja rejtegetni, hiszen ez a lényege. Olyan életre hív, amelyben eszerint élünk a világban, amellyel rámutatunk az örökkévaló és kegyelmes Úrra. Íme Sámuel, Éli, Hofni és Fineás ugyanazt az igét hallották. Sámuel az Úrtól vette, a többiek pedig emberi dolognak gondolták. Sámuelnek lett igaza. Rajta keresztül tudott az Úr világítani népének útjára. Vállalt hát te is ezt a kiváltságos szolgálatot, testvérem, mint az életednek az értelmét. Ne csak a templomunk legyen kivilágítva, hanem az életünk is úgy ragyogjon, hogy az Úr világossága másokat is igazságra vezethessen. Szóval úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ámen. Urunk, Istenünk, mennyei atyánk, te úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat küldted, hogy azok, akik hisznek ő benne, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Te magad írd be ezt a szívünkbe és az értelmünkbe. Te magad világosítsd meg a mi értelmünket, hogy szent fiad halálában mindannyiunk ó embere meghalt, feltámadásában pedig mindannyiunk új embere megszületett. Taníts minket hinni és hitben járni halálból az élet felé. Te előbb szerettél minket, ezért kérünk, ne hagyj bennünket szeretetlenségben, határozatlanságban, szívünk ridegségében. Gyülekezeteidnek adj erőt és hatalmat, tartsd meg és újítsd meg őket, hogy örömmel és érthető módon hirdessék a te nevedet, a te akaratodat és a te országodat. Kérünk téged, te magad tedd élővé és gyümölcsözővé korunk zavarodott emberiségének bizonyságtételét a régiről, amely elmúlt, és az újról, amely előtte áll. Imádkozunk a világ vezetőjét, hogy előtted való felelősségben tudjanak dönteni és cselekedni. Szent lelked jelenlétével és világosságával áld meg a missziót, az ifjak nevelését, az üldözöttekről, szenvedőkről való keresztjén gondoskodást. Vigasztald és gyámolítsd a betegeket, a foglyokat, az elhagyottakat és a tévúton járókat. Senkiről se feledkezz el közülünk a te örök hűséged szerint. És így kérünk, hogy áld meg fájó szívűeket, különösképpen azokat a családokat, akik az ünnepek alatt veszítették el kedves szerettüket. Istenünk, te rád bízzuk őket, te légy az ő társaságuk és vigasztalójuk. Ahogyan az ifjú Sámuel teljes magányát veled tudta megosztani, és te megtöltötted az ő szívét örömmel és békességgel, hadd legyen ez így azok számára is, akiknek a szíve egészen összetört, akik egészen magányosnak érzik magukat, szerettük halála, vagy éppen családi körülményeik miatt. Kérünk, Istenünk, legyél mindannyiukkal. Kérünk, hogy kísérj el otthonainkba, és segíts, hogy ragyogó életet élhessünk, hogy a te jóságod tudjon átragyogni mindannyiunk életén. Ámen. Az Úr Jézus tanítása szerint így imádkozunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete, a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Ámen.
És pedig hallgassátok meg a hirdetéseket, hogy mindannyian tudjunk közös dolgainkról. Együttérző szívvel hirdetem, hogy Szabó Sándor Pacsirta utcai testvérünk 87 esztendős korában elhunyt, temetése 8-án jövő szombaton délután 3 órakor lesz. Együtt érezve hirdetem, hogy Szente László Visegrádi utcai testvérünk 67 esztendős korában elhunyt, temetése időpontja még nincs kitűzve. Ugyancsak mélyen együtt érezve hirdetem, hogy Kővári Endréné Maróti Erzsébet Béke utcai testvérünk temetése 30-án csütörtökön délelőtt 11 órakor volt. A vigasztalás igéi János első leveléből szóltak, a 4. rész 16. verséből így. Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Adjon a mi jó atyánk békességet fájó szívű családtagok életébe. Imádkozzunk azokért a családokért, akik különösen nehéz terheket hordoznak. Emlékharangokat is hirdetek, melyek a feltámadás reménységét zengik a fájó szívek felé. 4-én kedden 3 vers fog szólni, Tordai Andrásné 2 esztendeje, Tordai András 42 éve, illetve Fodor József 10 hónapja elhunyt testvérünk emlékére. Legyen áldás elhunyt szeretteink emlékén és a rájuk emlékezőkön. Köszönettel hirdetem az adományokat is, Isten dicsőségére egy család 10 000, egy másik család 10 000, és egy harmadik család is 10 000 forintot ajánlott fel. Legyen áldás az ő életükön, és mindazok életén, akik a persejekben helyezik el hála áldozatukat. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy hagyományosan, ugye itt január elején szoktunk a gyülekezet életével kapcsolatban mindenféle adatokat hirdetni. A tegnapi napon ez megtörtént, azonban miután a banki bizonylatoknak az átfutási ideje miatt én frissebb adatokat nem tudnék mondani, és ezek még nem a legvégsők, ezért úgy döntöttem, hogy ma nem sorolom el még egyszer azt, amit tegnap soroltam, hanem mához egy hétre jövő vasárnap fogom elmondani a banki bizonylat beérkezte után. Fillérre pontosan nem nagy eltérésről lehet szó, néhány ezer forintról, de jövő vasárnap fillérre pontosan ki tudom hirdetni az anyagi helyzetünket, és ezzel együtt pedig majd a népmozgalmi adatokat és a lelkészi szolgálatokról szóló beszámolót is, tehát ezt majd jövő vasárnap fogom a testvérekkel megosztani a maga teljességében. Azonban mára is van egy kis hálaadó multidézés, itt ez a vetítő vászon, ez nem díszletként van jelen, hanem szeretnénk most is, ahogyan ez lenni szokott, egy fényképes összeállítással visszagondolni az elmúlt esztendőre. Hát akik nagyon hűségesen jöttek a gyülekezetbe, már harmadjára kellene, hogy megnézzék, ha szeretnék, természetesen nem tilos, azonban ezért úgy gondoltuk, hogy az istentisztelet áldással és énekkel lezárul, és azután következik a vetítés, hogy aki nem szeretné már harmadjára, másodjára végignézni, az nyugodt szívvel elindulhasson, nem marad le semmiről. Aki pedig szeretné megnézni, annak természetesen erre lesz lehetősége. Előtte azonban még az alkalmakat szeretném hirdetni. Ma délután 2 órától ima órát tartunk. Visszatér most már a megszokott éves rendünk. Kedden 6 órától biblia óra lesz, viszont kivételesen nem szerdán, hanem csütörtökön délelőtt 9-től várjuk a másik biblia órára a testvéreket. Akik voltak két ünnep között, nekik is említettük, de most innen is mondom, hogy szerdán 9-től nem lesz biblia óra, hanem csütörtökön 9-től lesz kivételesen a biblia óránk a másik. Szerdán 5 órától azonban várjuk a konfirmáló fiatalokat, pénteken 3-tól a másik csoportban készülőket várjuk, 17:30-tól a kórusunk tagjait, hiszen az ökumenikus imahéten is készülünk szolgálni, tehát van feladatunk bőven. Szombaton 6 órától ifjúságit tartunk, vasárnap 10 órától mához egy hétre pedig istentiszteletet, amelynek a hirdetései között a 2021-es év gyülekezetünket érintő fontosabb eseményeiről, illetve információról is be fogok számolni.
Az ökumenikus imahetet is reménység szerint meg tudjuk szervezni. Ennek az időpontja az most hamarabb lesz, mint ahogy szokott, január 16 és 23-a között van ennek az ideje. Úgyhogy a január elején egyeztetünk a kollégákkal, jó reménység szerint jövő vasárnap már a pontos menetrendet ki tudjuk osztani, hiszen mához két hétre el is kezdődik majd az ökumenikus imahét. Most tehát hirdetésként ennyit szeretnék mondani, és akkor még a fényképek kapcsán úgyis fogok egy néhány szót szólni. Hálás szívvel köszönjük kedves mindnyájuknak tehát az adományait, illetve megköszönjük az egész éves hűségüket. Azt azért még elmondom, hogy úgy tűnik, hogy az anyagi gazdálkodásunk tekintetében, illetve a népmozgalmi adatok tekintetében is sikerült megérteni nagyon sokaknak ebben a gyülekezetben is azt, hogyha otthon ülünk és várjuk a, nem tudom, a sült galambot, vagy hogy szokták ezt mondani, akkor nem sok minden lesz belőle, hanem hát meg kell tanulnunk úgy együtt élni a jelenlegi körülményekkel, járványhelyzettel, meg válsággal, meg minden egyébbel, hogy azért az életünkben a jó dolgok is megmaradjanak. Úgyhogy én boldog vagyok amiatt, hogy a mi gyülekezetünkben nincs olyan alkalom, ami elmarad a járványra hivatkozva, hanem aki csak szeretne, az jöhet a gyülekezetbe. Mindenféle alkalmunk megvan, ami eddig is volt. Illetve, hogy anyagiakban, ugye most csak hozzávetőleg mondom, mintegy 3 millió forinttal többet tetszettek a tavalyi esztendőben adakozni, mint amennyire szükség volt, tehát gyakorlatilag ennyivel növekedett egy ilyen járványos esztendő alatt is a gyülekezet vagyona. Tulajdonképpen minden hitéleti befizetésben rekordot döntöttünk 2021-ben, mindegyikben több bevétel keletkezett, mint amennyi az elmúlt esztendőkben bármikor is volt. Úgyhogy hálás szívvel köszönjük tehát az adományokat és a hűséget, tessenek kihasználni azt a lehetőséget, hogy itt ez a gyönyörű templom minden adva van, szívünk minden szeretetével az Úr iránt és a testvérek iránt készülünk, hogy szóljon az ige, hogy lehessen épülni lelkiekben, ki kell ezt használni és boldog örömmel élni az Úr Jézussal közösségben. Ő legyen tehát az őriző pásztorunk. És akkor a záró énekünket jelentem, a már énekelt 266. dicséretnek a befejező negyedik versével köszönjük meg Urunknak a jóságát, egyúttal össze is foglalja az igehirdetés nagyon dióhéjban, de annál megjegyezhetőbben ez az énekvers. 266. énekünk negyedik versét énekeljük, előtte azonban megköszönjük még a Danubia Televíziónak a közvetítés lehetőségét, és mindazoknak áldott új esztendőt kívánunk, akik a televízió vagy éppen a számítógép képernyője előtt csatlakoztak a mai istentiszteletünkhöz. Most pedig tehát a 266. dicséret negyedik versét énekeljük, azután pedig majd következik a vetítés, aki szeretne látni is valamit, nyugodtan helyezkedjenek, úgy már az istentiszteleten túl leszünk, a testvérek, hogy lássanak is valamit majd a vászonból, aki pedig útjára indul, azt békességgel elbocsátjuk, áldott vasárnapot és jövő hetet kívánva. Most tehát 266. énekünk negyedik verse, Halleluját zengve, magasztalva, áldjat Krisztus által, jó atyádat!